Magyar-ukrán kapcsolatok. 2018-ig megépülhet az M3-as autópálya Ukrajna határáig, az M34-es Vásárostömény és Záhony közötti szakasza, valamint újabb határátkelők is megnyílhatnak. Uniós milliárdok. Az előző ciklushoz képest időarányosan jobban áll Magyarország, mivel a támogatási szerződések és a kifizetési adatok is meghaladják a korábbiakat. Laparoszkópos sebészet. Több magyar és egy angol sebész tartott előadást, valamint bemutató műtéteket is végeztek ma Nyíregyházán. 2018-ig megépülhet az M3-as autópálya Ukrajna határáig, az M34-es Vásárosnamény és Záhony közötti szakasza, valamint újabb határátkelők is megnyílhatnak a két ország között. Hangzott el a bejelentés ma Debrecenben a Magyar Kereskedőház ZRT által szervezett Ukrán-Magyar Üzleti Fórumon. A Kölcsei Televízió iradóját látják, köszöntöm Önöket! Orbán Viktor miniszterelnök arra ösztönzi a hazai és az ukrán vállalkozásokat, fűzzék szorosabbra üzleti kapcsolataikat, használják ki, hogy Magyarország gazdasága emelkedő pályán van, illetve azt, hogy hazánk támogatja Ukrajna uniós tagfelvételét, vízummentességét. A magyar gazdaság stabil és fejlődik. 2013-tól érezhető, hogy emelkedő pályán van, kezdte beszédét Orbán Viktor az üzleti fórumon. A magyar miniszterelnök szerint a hazai vállalkozásoknak most kell innovatívnak lenniük, ötleteiket, elképzeléseiket megvalósítaniuk, akár az ukrán üzleti vállalkozási partnereikkel is. Ukrajna nincs könnyű helyzetben, folytatta a miniszterelnök, mert a félháborús állapotok a gazdaságán is meglátszanak, sőt az ukrán-magyar gazdasági kapcsolatokat is kihatottak. Magyarország támogatja Ukrajna területi szuverenitását, uniós tagfelvételét és vízummentességét is, emelte ki a magyar miniszterelnök. Nekünk ki kell állnunk amellett, hogy Ukrajnának középtávon az Európai Unió tagjává kell válnia, ha az ukrán nép is így gondolja, mert az Európai Unió le fog maradni a világgazdasági versenyben, ha nem jut újabb és újabb erőforrásokhoz. Márpedig Ukrajna valójában nem egy probléma, hanem egy erőforrás. Az Európai Unió számára is az lehet. Volodymyr Hrojsman, Ukrajna miniszterelnöke kiemelte, hogy Ukrajna szeretné bevezetni a nemzeti vízumkérelmek díjmentességét, ami megkönnyítené az ukrán állampolgárok uniós országokba való beutazását, munkavállalását. A magyar-ukrán üzleti kapcsolatok fejlesztésében lehetőséget lát. A mezőgazdaságban, a gyógyszeriparban és sok más területen is fejlődhet a két ország gazdasági kapcsolata, mondta. Csak a 2016-os év első 8 hónapjában 1,8 milliárd dollár kereskedelmi forgalom volt a két ország között. Ukrajna Magyarország 17. legfontosabb kereskedelmi partnere. A Nemzeti Fejlesztési Miniszter elmondta, komoly infrastruktúrális fejlesztéseket terveznek a két ország között. Ezen kívül Magyarország ki fogja építeni az M3-as autópályát az ukrán határig, az M34-es Vásárosnamény Záhony gyorsforgalmi út tervezése megkezdődött, és ez 2018-ig be is fejeződik. Ezekkel a fejlesztésekkel, a többi autópályánkkal mi pedig kaput biztosítunk Ukrajnának a közép- és dél-európai piacok felé. Meg kell említenem az energetikai kapcsolódási pontjainkat is. Magyarország továbbra is az ukrán áramexport legfőbb célországa, és 2015-ben az országaink földgázszállítói egy új, és higgyék el, történelmi jelentőségű együttműködési megállapodást írtak alá. Szabolcs-Szatmár Bereg megyében a szállítmányozással foglalkozó cégeknél jelentősebb az export fuvarozás, mint a belföldi megrendelés, ezért is üdvözlik az Ukrajna irányába történő fejlesztési terveket a vállalkozások. Így, hogy most már lesz egy teljes autópályánk, amely az ukrán határig is elvezet, elgondolkodik azon cégünk, hogy esetleg az onnan érdeklődő partnerek felé nyissunk, és fuvarozást végezzünk Ukrajnából, akár Németország felé, Magyarország, mint tranzitállamnak a tranzitországnak a érintésével. A hazai és az Ukrajnában működő vállalkozások számára 200 millió euró uniós támogatás rendelkezésre áll, mondta a fejlesztési miniszter. A magyar kormány létrehozta a Magyar Fejlesztési Központot, amely egy professzionális forráskereső és tájékoztató rendszer segít a pályázatok közötti eligazodásban. Az előző uniós ciklushoz képest időarányosan jobban áll Magyarország, mivel a támogatási szerződések és a kifizetési adatok is meghaladják a korábbiakat, mondta el tájékoztatóján Lipők Sándor.
A miniszteri biztos kiemelte, amíg az előző időszakban első 18 hónapban 3,1 milliárd forint volt a heti átlag kifizetés, ez az adat a mostani ciklusban 10,5 milliárd forint. Míg az előző időszakban a fő cél a felzárkóztatás volt, jelenleg a gazdaságfejlesztés áll a középpontban. Az Európai Bizottság elkészített negyedéves jelentése szerint Magyarország időarányosan jobban áll, mint az előző ciklusban. A 2014-2020 közötti időszakban 7080 milliárd forint Európai Uniós támogatásra számíthat Magyarország. Ez az Európai Unió 28 tagállamára jutó fejlesztési forrás 6%-a. Ebből a tortaszeletből 6%-ban részesül Magyarország, és ez az előkelő 6. helyet jelenti. Tudnék olyanról is beszámolni, hogy az adatokban olyasmire is kitér a bizottság, hogy egy főre jutó összeg az Európai Unióban, Magyarország itt is szintén az előkelő 6. helyet foglalja el, több mint 2000 euró jut egy magyar állampolgára Európai Uniós fejlesztési forrás tekintetében, ez a 10 operatív programra értendő. És hát van itt ilyen is a jelentésben, hogy ugyebár az előzetes kifizetések csak akkor kezdődhetnek meg, ha az operatív programban az irányítóhatóságokat, az intézményeket, az adott ország az intézményt létrehozza, és természetesen ezt akkreditálja az Európai Bizottság. Ez azt jelenti, hogy itt egy operatív programon egy operatív program kivételével, a másik 9-ben ez az intézmény rendszer rendelkezésre áll. Ez azt jelenti, hogy a források 99,8%-ában előzetes lehívás az Európai Bizottság részéről megtehető Magyarország részéről. A miniszteri biztos elmondta, hogy a megyéknek megítélt források tekintetében Szabolcs-Szatmár-Bereg megye előkelő helyen áll. Az egyfőre jutó támogatási összeg 240 ezer és 300 ezer forint között van. Javult a levegő minősége Nyíregyházán. A szállópor koncentrációja a riasztási küszöbérték alá csökkent. A meteorológiai előrejelzések alapján a szennyezettség további lassú csökkenése várható. Vasárnap este egy viharos széllel érkező hidegfront hatására hétfőre várhatóan tartósan kitisztul a levegő. Egyre több az emésztő szervi daganatos hazánkban. A tüdőrák után a vastagbélrák felelős a legtöbb halálesetért. Hangzott el a Tápcsatorna daganatainak laparoszkópos sebészete című tudományos ülésen. A nyíregyházi egészségügyi rendezvényen több magyar és egy angol sebész tartott előadást, valamint bemutató műtéteket is végeztek. Azok videó kivetítéseit tekintették meg a konferenciára érkezők. Kis behatoláson vagy testnyíláson át vezetnek egy optikai eszközt a belső szervek felé. Így néz ki az endoszkópos, jelen esetben laparoszkópos sebészet. Egyre több betegség ilyenfajta műtétje érhető el térségünkben is, hangzott el a Józsa András Oktatókórházban a Tápcsatorna daganatainak laparoszkópos sebészete című nemzetközi tudományos ülésen. Ugye a tápcsatorna daganati az emésztőrendszer egészére vonatkoznak, és hát tudjuk azt, hogy milyen alattomos betegség ez a daganatos elváltozások, mind a gyomor, mind a bél vonatkozásába. Nagyon sok esetben későn kerül fölfedezésre. Amennyiben fölfedezésre kerül, akkor pedig hát nagyon sokszor nagyon heroikus műtétet kell végezni. Mai technikával már, hála Istennek, és ez a mai kongresszus is erről szól tulajdonképpen, hogy egy nagyon komoly előrelépés történt az endoszkópia területén, az endoszkópos sebészetnek a területén. Az elmúlt években rendszeresen szerveztek laparoszkópos továbbképző konferenciákat Nyíregyházán, mondta a Józsa András Oktatókórház általános sebészeti osztályának osztályvezető főorvosa. Tóth Lajos Barna hozzátette, egyre több az emésztőszervi daganatos hazánkban. Az emésztőszervi daganatok sajnos vezető halálokok között vannak Magyarországon és a világ többi országában. A vastagbéldaganatok és a gyomorrákok, amiről ugye ez a kongresszus is szól, ezek magyarországi viszonylatban is a harmadik, negyedik halálozási statisztikát mutatják. Az egészségügyi rendezvényen több magyar és egy angol sebész tartott előadást, valamint bemutató műtéteket is végeztek, azok videó kivetítéseit is megtekintették a konferenciára érkezők. A rendezvényen vastag és végbéldaganatos betegeket, illetve gyomorrákos betegeket operáltak. Nem jogerősen bocsánat kérésre és 3 milliós kártérítésre kötelezte az EGRI törvényszék Simon Miklós kormánypárti képviselőt, mondta nyíregyházi tájékoztatóján az Összefogás Szabolcs-Szatmár-Bereg megye felemelkedésért egyesület elnöke.
Helmeci László kiemelte, 2013. november 6-án zárt választókerületi kampánygyűlést hívott össze Nyírbogáton Simon Miklós, mint választókerületi elnök. A gyűlésen Helmeci Lászlót lejárató, rágalmazó írásokat tartalmazó szórólapot osztottak szét, ezért a politikus feljelentette és beperelte Simon Miklóst és feleségét is. A polgári peres eljárásban az EGRI törvényszék csak Simon Miklós felelősségét állapította meg. Három lapban, a Magyar Időkben, a Magyar Narancsban és a Kelet-Magyarországban történő bocsánatkérésre kötelezték Simon Miklóst. Ezen kívül kötelezte Simont 3 millió forint nem vagyoni kár és annak a 2013. november 6-tól járó törvényes kamata megfizetésére. Én azt gondolom, hogy példaértékű ez az ítélet, hiszen amit nem vagyoni kár címén kértem, 3 millió forintot, az forintra megítélte a bíróság. Ítélet természetesen nem jogerős, ők is fellebbezni fognak, meg én is, mert azt gondolom, hogy Simon Nénak is megállapítható a polgári jogi felelőssége is, nem csak a büntetőjogi felelőssége az öt történtekért. A tájékoztatón elhangzottakra a Simon Miklós országgyűlési képviselő telefonon a következőket reagálta. Sajnálatosnak tartom, hogy Helmeci László tovább folytatja a szocialistáktól megörökölt politikai bosszúhadjáratot ellenem és a családom ellen. Nem tud beletörődni a 2014-es választási kudarcába, és ilyen módon próbál elégtételt venni rajtunk. A nem jogerős EGRI ítélet szerint feleségem ellen 100%-ban pert veszített, ellenem pedig 50%-ban. A kihirdetett ítélet megalapozatlansága miatt fellebezéssel fogunk élni. Baleset történt ma délelőtt a 36-os számú főúton Nyíregyházán. Egy kamion szabálytalanul a záróvonal átlépésével akart balra kanyarodni, amikor egy álló gépjárműnek ütközött, majd a kamionnak egy platós teherautó is nekiment. A balesetben senki nem sérült meg. Mikita Viktor nyíregyházi fotóművész emlékére nyílt tárlat a Pál Gyula teremben. A témáról hamarosan, előtte nézzük, mi lesz még a folytatásban. Megszerezte első szezonbeli győzelmét a Szuperligában a nyíregyházi Teke klub együttese. Fintáék 8 vereséget követően a Vasasszonyfa csapatát verték 7-1-re. Megszerezte 7. bajnoki győzelmét és az NB2 északkeleti csoportjának élére ugrott a Máté Szalkai női kézilabda csapat. Mikita Viktor nyíregyházi fotóművész emlékére nyílt tárlat a Pál Gyula teremben. A művésznek a 80-as évek elején meghatározó szerepe volt a kortárs magyar fotográfiában. Ő képviselte az egyik leghaladóbb vonalat. A kiállítás december 17-ig látogatható. Kevesen ismerik azt a tragikus sorsú, tehetséges nyíregyházi fiatal fotóst, Mikita Viktort, aki előtt nagy művészi pálya kapui álltak. Mikita Viktor 1956-ban született, és már gimnazista korában elkezdett fotografálni. A helyi kritika a 80-as években erős pártbizottsági nyomásra piszkos, ízléstelen képeknek titulálta fotóit. Elkeseredésében diszidált Amerikába, majd néhány évvel később csalódottan visszatért. 1994-ben tragikus körülmények között vesztette életét. Képeit, mint ahogy őt magát is, méltatlanul felejtették el ezidáig. Ma a képek beszélnek, még hozzá azt mondják, hogy ma bizony ez nem csak egy emlékkiállítás, hanem egy olyan kiállítás, amely egyben elégtétel is. Nikita Viktornak, aki én azt gondolom, hogy a képeket nézve igen, megérdemli már. És megérdemeljük mi is, hogy a saját lelkiismeretünkkel is elszámoljunk a mai napon, mert hogy elégtétel nekünk is, hogy itt lehetünk, tisztelekhetünk előtte, nézhetjük a képeit. A művész génjeit unokája örökölte, ennek a 4-4 képnek a hasonlósága bizonyítja ezt. Az egymás alatti fotókat Mikita Viktor unokája készítette anélkül, hogy látta volna az eredeti képeket. A mellettük elhelyezett fotókat pedig maga a fotóművész. A 80-as évek elejének kiemelkedő tehetsége volt Mikita Viktor, az akkori kortársak közül ő képviselte a legprogresszívebb vonalat, emelte ki a megnyitón Boros György. Viktor emlékére rendeztük ezt a kiállítást, elég egyszerű volt a válogatás, mert azokat a képeket állítottuk ki, amik készen voltak, minden képet ő csinált meg saját kezüleg, és abban a korban, amikor
amikor készültek a maguk a képek. Az egyik cikkben, ahol méltatták a fotóklubot, és visszaemlékeztek a Mikita Viktorra, azt írta a Kincses Károly, hogy szerinte kétségkívül ő volt közöttünk a legtehetségesebb. És hát is talán ezek a képek megmaradtak az archívumban, most Eszternek adtuk, és nagyon szeretnénk, ha leporolnánk az emlékét. Az emlékkiállítás december 17-ig látogatható a Pál Gyula teremben. 350 galambot és 52 díszbaromfét láthatnak az érdeklődők a Kállós-Emjéni általános iskolában a díszállat kiállításon. A Kállós-Emjén és környéke galambi és kisállattenyésztők egyesülete már harmadik alkalommal szervezte meg a szemlét, amelyen a kiállított állatokat egy 11 fős szakmai zsűri is értékelte. Ezek az úgynevezett magyar óriás galambok a legértékesebb díszállatok a Kállós-Emjéni kiállításon. Darabjuk 150 ezer forintba kerül. A 350 galambot és 52 díszbaromfit szakmai bizottság zsűrizte. Minden galambról van egy úgynevezett fajta leírás, egy standard, ami meghatározza a Csőre hegyétől a Farka hegyéig, hogy milyen legyen a mérete, színe, alakja, állása. Ez szerint bírálják a bírálótársak a galambokat. Ebből alakul ki egy minősítés. Ez a minősítés eredményezi azt, hogy milyen kategóriába kerül a galamb, és innen tudja a tenyész, hogy érdemes vele foglalkozni, vagy ki kell venni a tenyészetből. Minden állat ketrecére egy ilyen lapot helyeztek el, a zsűri tagok ideírták az eredményeket. Az összesítés után galambkatalógus is készül majd. A kiállítást idén már harmadik alkalommal szervezte meg a Kállós-Emjéni Egyesület. Évről évre egyre több kiállító érkezik, idén összesen 67 tenyésztő mutatja be kis állatait. De nem csak a szakemberek száma bővül, hanem az érdeklődőké is. Egyre népszerűbb, és ezért is ragaszkodunk hozzá, úgymond szeretnénk ennek hagyományt teremteni. Egyrészt azért, mert ez Kállós-Emjén nevéhez köthető, és azért egy ilyen nem város, hanem egy nagyobb község képes egy ilyen rendezvényt, egy ilyen kiállítást megszervezni, erre büszkék vagyunk. És az érdeklődők is, nem csak a kiállítók, hanem a Kállós-Emjéni lakosok, a környék lakosai nagyon sokan jönnek és nézik az állatokat. Nem csak Magyarországról, hanem Romániából is érkeztek galambok. A szabolcsi tenyésztők mellett hajdubihariak és borsodabaui zempléniek is képviselik magukat. Mindenképpen örülünk, mert hiszen nagyon izgultunk az elmúlt napokban, hetekben a madárinfluenza miatt, hogy létre tudtuk hozni ezt az eseményt. Egy nagyon összeszokott jó társaság áll a háttérben, erre mindenképpen büszkék vagyunk. Ez a településnek a hírnevét viszi tovább, mindenkit nagyon nagy szeretettel várunk a hétvégén. A galamb és díszmadár kiállítás november 26-án szombaton és 27-én vasárnap is megtekinthetik az érdeklődők a Kállós-Emjéni általános iskola tornatermében. Megszerezte első szezonbeli győzelmét a Szuperligában a nyíregyházi Teke klub együttese. Fintáék 8 vereséget követően a Vasasszonyfa csapatát verték 7-1-re. Az NTK szombaton a Ferencváros otthonában vendégszerepel. Megtört a jég. A 9. fordulóig kellett várni arra, hogy győztes mérkőzés után ünnepelhessenek a nyíregyházi tekézők. A bajnokságban már két sikert jegyző Vasasszonyfa ellen többen is kiemelkedő teljesítményt nyújtottak. Szlovenszki Tibor 607, Finta Zoltán pedig 602 fáig jutott. A csapat pedig egy fával átlépte a minden meccsen megcélzott 3400-as határt, így 7-1-es hazai győzelemmel zárult a találkozó. Szlovenszki Tibor nagyon megverte az ellenfelét, míg mellette a Magyarorsi Péter sajnos kikapott, azonban a középső sorban a Hakkert-Dezső Szegő Levente párosunk magabiztosan begyűjtötte a fontos csapatpontot, és már ekkor látszódott, hogy sikerült megtörni ezt a vendégcsapatot. A záró sorban viszont a Kastora Zsoltnak és Jómagamnak be kellett fejezni mindenképpen egy jó szettarányt szem előtt tartva ezt a mérkőzést. Azt lehet mondani, hogy az már csak le kellett játszani, az sima mérkőzés volt. Hát mindenképpen jól esett, megmondom őszintén, mert már nagyon vártuk, ugyanis 8 vereség után már nagyon kellett a győzelem. A nyíregyháziak szombaton ahhoz a Ferencvároshoz látogatnak, amelyel az elmúlt években rendre nagyon szoros meccseket játszottak. Most is egy nyílcsisakos mérkőzésre van kilátásunk. Jó a hangulat most már nálunk, úgyhogy nincs teljes mértékben az a győzelmi kényszer, hál' Istennek.
és most már talán azt lehet mondani, hogy több játékosunk is jobban bízik a saját eredményében. Hozzáteszem, hogy a Ferencváros csapata tavalyhoz képest egy picikét gyengült, a Falkas Sándor elment Zalaegerszegre, de helyette jött a bíró Patrik Szolnokról oda hozzájuk, úgyhogy közel azonos játékerőt képviselnek. Nagyon bízom benne, hogy egy jó iratkozással, egy döntetlenre mindenképpen jók leszünk majd a Ferencváros otthonában. A Szuperliga tabelláját 9 forduló után a 100%-os Szeged vezeti az egyaránt egyvereséggel álló Répcel, aki Zalaegerszeg előtt. A nyíregyházi Tekeklub egy győzelemmel és 8 vereséggel az utolsó helyen áll a 12 csapatot számláló mezőnyben. Megszerezte 7. bajnoki győzelmét, és az NB2 északkeleti csoportjának élére ugrott a Máté Szalkai női kézilabda csapat. Vakarcs Krisztina együttese a legutóbbi fordulóban 33-20-ra verte a Bőcsi KSC-t. Az MMTK vasárnap Hajdúböszörményben lép pályára. A második fordulóban elszenvedett veresége óta Zsinórban 6 mérkőzést nyert meg a Máté Szalkai női kézilabda csapat. Így a legutóbbi Bőcs elleni 13 gólos győzelem már papírformának mondható. A Vakarcs Krisztina játékos edző által irányított együttes végigvezetve gyűjtötte be a 2 pontot és ugrott a tabella élére. Torma Tamás egyesületi elnök szerint az egyfordulóval korábbi idegenbeli mérkőzésük volt az ősz kulcsmeccse. 2 hete Füzesabonyban voltunk, ahol hétközi edzésen voltam len, és azt próbáltam a lányokba beleplantálni mindenképpen, hogy teljesen úgy játszanak felszabadultan, tehát a játék öröme miatt, hiszen nem nekünk van veszíteni valunk. Én úgy gondolom, hogy ez a taktikai fegyelem, amit a Vakarcs Krisztina vezette csapat betartott, Füzesabonyban sikert hozott, hiszen egy góllal tudtunk nyerni Füzesabonyban, így aztán a tabellán gólkülönbséggel, de még mindig a második helyen voltunk. Most a hétvégén a Bőcs elleni mérkőzéssel úgy gondolom, hogy megerősítettük azt a pozíciót, hogy igenis a nem rivalizáló csapatok a Bőcs tabellának a második felében foglal helyet, nagy gólkülönbséggel tudtunk győzni, és ennek a gólkülönbségnek köszönhetően most átvettük a tabellán a vezetést. Az északkeleti csoportban 14 ponttal éllovas Máté Szalka mögött a szintén 14 pontos Füzesabony és a 12 pontos Hajdúböszörmény áll. A Máté Szalka vasárnap Hajdúböszörményben lép pályára. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden. 2018-ig megépülhet az M3-as autópálya Ukrajna határáig, az M34-es Vásárosnamény és Záhony közötti szakasza, valamint újabb határátkelők is megnyílhatnak a két ország között. Hangzott el a bejelentés ma Debrecenben a Magyar Kereskedőház ZRT által szervezett Ukrán-Magyar Üzleti Fórumon. Az előző uniós ciklushoz képest időarányosan jobban áll Magyarország, mivel a támogatási szerződések és a kifizetési adatok is meghaladják a korábbiakat, mondta el tájékoztatóján Lipők Sándor. A miniszteri biztos kiemelte, amíg az előző időszakban első 18 hónapban 3,1 milliárd forint volt a heti átlagkifizetés, ez az adat a mostani ciklusban 10,5 milliárd forint. Egyre több az emésztőszervi daganatos hazánkban. A tüdőrák után a vastagbélrák felelős a legtöbb halálesetért. Hangzott el a Tápcsatorna daganatainak laparoszkópos sebészete című tudományos ülésen. A nyíregyházi egészségügyi rendezvényen több magyar és egy angol sebész tartott előadást, valamint bemutató műtéteket is végeztek. A Kölcsei Televízió iradóját látták november 25-én pénteken. Friss hírekkel legközelebb hétfő este várjuk Önöket, szombaton és vasárnap pedig heti hírösszefoglalónkat, a Krónikát láthatják. Műsorainkért és további tudósításokért addig is látogassák honlapunkat. Köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Holnap párás, csendes időre számíthatunk. Szombat estig a Kárpát-medence időjárását egyre inkább egy magas nyomású zóna alakítja. Kezdetben még nagyobb, majd alacsonyabb nedvességtartalmú levegő érkezik térségünk fölé. Az éjjel eleinte többnyire erősen felhős lesz az ég, majd felszakadozik, csökken a felhőzet. Többfelé párássá válik a levegő, köd is képződhet. Eleinte szorványosan még előfordulhat esőzápor. A változó irányú szél, majd az észak-keletire forduló szél gyenge vagy mérsékelt marad. Reggelre általában 1 fokig csökken a hőmérséklet.
Holnap napközben változóan felhős időre lehet számítani, általában több órás napsütéssel, de helyenként párás marad a levegő, az esti óráktól kötfoltok is képződhetnek. Csapadék nem valószínű. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad. Délutánra 8 fokig emelkedik a hőmérséklet. Fronthatás nincsen térségünkben. Vasárnap inkább csak délután lehetnek hosszabb, rövidebb napos időszakok. A nap nagy részében erősen felhős időre számíthatunk, elszórtan záporral, estétől néhol hózáporral. A jövő hét első napjaiban többnyire kevés felhő, általában több órás napsütés várható, csak kevés helyen alakulhat ki hózápor. Sokfelé megerősödik az északnyugati szél, ezzel egyre hidegebb levegő árasztja el a Kárpát-medencét. Csütörtökön átmenetileg több felé beborul az ég, és több helyütt előfordulhat kisebb vegyes halmazállapotú csapadék.